A falakról leszettem a tapétát, de hát a radiátorok mögött még ott van, és ezért le kell szedni a radiátort, hogy mögötte is tudjak dolgozni. A radiátor leszedése egy elég nagy para, senki se tud, vagy hát kevesen tudják, hogy mit kell elcsavarni, eltekerni, visszatekerni, honnan fog folyni, mi fog folyni. Én kaptam egy kis segítséget apukámtól, elmondta, hogy mit kell és milyen sorrendben, hát reméljük, hogy sikerülni fog. Szóval, először ezt a felső tekerőt elzárjuk. De ugye ezt akkor is szokta az ember használni, mikor nem akar olyan meleget, vagy bármi, úgyhogy ez azért mindenkinek ismerős. Az elzárás az óramutató járásával megegyező irányban történik, ugye szorulásig. Remélem azért nem tolom túl. Jó. De nem mozdul, úgyhogy jó lesz. Aztán ezután van ez a kis alsó bigyóka. Ez elvileg csak valami műanyag fedő, amit le kell tekerni. A betét is kijött vele. Fontos, hogy aláhúzzunk egy megfelelő edényt, ami felfogja majd a vizet. Tehát ez most még nem fog kelleni ennél a műveletnél a gödör, vagy az edény, a vízfelfogó edény, de azért én inkább ide készítettem, abból baj nem lehet. Na, és elcsavarom az imbuszt. Ilyet amúgy senki ne csináljon, inkább menjen el egy megfelelő szerszámért, mert ha kidörzsölöm itt ezt a fejet, akkor utána már egy rendes kulcssal sem fogom tudni kinyitni, úgyhogy ez igazából egy súlyos hiba. De hát a hibákból is tanulunk alapon. Na, oké, ez igazából tekeredik, úgyhogy akkor megtekerem. Oké, szorul. Jó. Ezután jön a hollandi csavar leszedése. Először alulról, hogy a radiátorban lévő víz, ha tele van, akkor egy kicsit leengedünk belőle, meglazítom az alsót, azután majd egy kicsit a felsőt. És a másik szerszám hiányosság, hogy ehhez egy rendes villáskulcs kéne. Legközelebbre azt is hozok már, legyen itt minden. Autószerelőberkekben ez vízpumpafogó. Szóval a vízpumpafogóval a hollandit meglazítom. Akkor most fent is rálazítok egy kicsit. Mindjárt csak találjak rajta fogást. Aha, megvan. Itt fent meglazítottam, de nem teljesen. Itt most folyik belőle, de hogyha nem indulna meg, akkor óvatosan ezt a csövet lehet egy kicsit így távolítani a radiátort, tehát egymástól. Vagy átballagni a másik végére, és nagyon-nagyon-nagyon óvatosan egy picikét megemelni, hogy... De azért óvatosan, tehát nem szabad teljesen elengedjen a kettő egymástól, mert akkor, ha megtelt ez a vízfogó edény, akkor nem fogom tudni hirtelen visszacsavarni rá a hollandit, és addig elázik a lakás, amíg kiöntöm a megtelt edényt, és visszahozom az üreset. Persze, aki okos, az készül két edénnyel, de hát én nem voltam olyan okos. Az edény nem ereztem tele, hanem inkább elzárom, mert aztán a baleset lesz, amíg kijöntöm, úgyhogy egyelőre ilyenkor elég csak így kézzel rátekerni. És hát, ugye nagy magas falú vödör nem lehet, mert az nem fér alá, úgyhogy mindenképpen egy ilyen lapossal kell szórakozni. Jaj, ne! Nagyon büdös, nem akarom magamra önteni. Jaj, el ne essek valamiben, jaj. Itt folyt köv. Még egy kis lazítás. És meg egy kis emelés szerintem, mert ez már így az évezred végére se fog kicsurogni. Ami
művelet következő részéhez muszáj lesz segítségül hívnom drága férjemet és apukámat, hiszen azért lemenni nem fogom tudni egyedül. Úgyhogy hajrá, fiú, köszönöm! A vége jó fekete lesz. Egy kis iszap. Jó, lerakhatjuk. Ennyi. Ezt nem lehet minden lakáson megcsinálni, itt azért tudom leszedni a radiátorokat, mert hogy egyéni fűtés van kialakítva, és mindenhol le lehet zárni. De egy csomó lakótelepi vagy társasházban, ahol központilag van a fűtés, ott, hát ott azt hiszem valami időszakok meg vannak adva, amikor lehet ilyesmit szerelni, de ez biztos egy hozzáértő vízvezetékes, vagy bárki el tudja mondani. Mindegy. A lényeg az, hogy itt le lehetett zárni fönt is, lent is, ezért levehetőek a radiátorok bármikor, fűtési szezontól függetlenül. Most már lehet, hogy hozzászoktam. Ez egy kisebb méretű darab, úgyhogy ennek megkísérlem a levételét egyedül. No, már csak fogás kell rajta találnom. Oké. Ki az undit? Úgy. Jóha. Ja, már megint kezdjük kellett volna felvennem, mert vágja a kezemet. Vegyetek mindig fel valami kesztyűt, én utálom sajnos, de muszáj lesz. Na és valahol félre. Teszem. Mondjuk ide a másik mellé.